Egy olyan halételt szeretnék nektek bemutatni, ami egy kicsit hagyományos, egy kicsit különleges. Nagyon szeretjük a családban a halételeket, talán többet fogyasztunk az átlagnál. Magyarországon a legnépszerűbb hal a ponty, és hát mivel nem nagyon szeretjük a szálkát és szálkázni, ezért úgy készítjük el otthon, hogy ne kelljen a szálkával találkozni. A pontyot kifilézem, két filé, és ezeket hátára, bőrére fordítom, és vékony csíkokra felszelem. A csíkok körülbelül 3-5 mm vastagságúak, és szépen haladunk az elejétől a végéig. Így ezeket a Y-szálkákat annyira apróra vágjuk, hogy a fogyasztás közben nem találkozunk vele. Ami hagyományos benne, hogy pontyból készítjük, talán a legnépszerűbb hal Magyarországon, és a legtöbbet fogyasztjuk. Ami különleges benne, hogy sörtésztába forgatjuk, és a végén, hogy egy kis pikáns ízt adjunk neki, szarvasgomba reszeléket teszünk rá. 1 kg pontyfiléhez 20 g sót adok. Rászórom a halra, kicsit összekeverem, mindenhol érje a só. Enyhén borsozom, én fehér borsot teszek rá, majd szintén jól összekeverem. Amíg a hal áll a sóba, addig elkészítem a sörtésztát. A sörtésztához sima búzalisztet és kukoricalisztet használok, körülbelül olyan 80% búzaliszt és 20% kukoricaliszt. Hozzá adok egy tojást, minimális sót, ebbe is teszek egy kicsi borsot, majd homogénre összekeverem. Itt jön a lényeg, adunk hozzá egy kis sört. Én most a saját készítésű sörömet adom hozzá. Úgy készítem a sört, hogy lehet kapni üzletekben maláta koncentrátumokat, és az alapján lehet elkészíteni otthon a sört. Hát magamból kiindulva én az árpa sört részesítem előnyben, és hát szerintem ízlés szerint lehet világos és barna sörből is elkészíteni. Körülbelül palacsinta tészta sűrűségűre készítjük, és csomómentesre keverjük. Ha elkészült a sörtésztánk, ráöntjük a halra. Utána összekeverjük a halat a sörtésztával. Amíg felhevítjük az olajat, addig áll a sörtésztában a hal, és utána, mikor után kisütöttük, utána reszeljük rá a szarvasgombát. Ha az olaj felhevült, beletesszük a panírozott húsokat. A szeletek mindkét felét aranybarnára sütjük. Papírszalvétára tegyük. A kisült szeleteket tányérra rakjuk. Majd jön a lényeg, szarvasgombát reszelünk a tetejére. A szarvasgombát egy nagyon kedves barátom, Harsányi Balázs bocsátotta rendelkezésemre, aki Palkonyán ezzel foglalkozik. Elkészült a vétel. Ízlés szerint, ha szeretnénk hozzá mártogatósat, akkor én kétfélét készítettem, egy metélőfokhagymás tejfölöset és egy kaprós joghurtosat. Jó étvágyat kívánok mindenkinek!